Az egység fél év tudatosság gyakorlatáról szeretnék beszélni. Mindegyik fél évünkhöz tartozik egy-egy tudatosság gyakorlat. Az egység fél évhez pedig egy nagyon könnyen összefoglalható, nagyon rövid mondat. És ez így hangzik, hogy ne félj. Biztos próbáltátok már. Lelki szinten vagy tudati szinten szinte megvalósíthatatlan. Hogy lehet megállítani a rettegést? Hogyan lehet róla elterelni a figyelmet? Biztos érzitek, hogy kb. Sehogy. Azért, mert a félelemnek van egy adott frekvenciája, ami rezeg. Egy megoldás van, hogy fölé emelitek magatokat. Az egység fél év gyakorlata, és minden gyakorlat, amit az egység fél évben végzünk, az úgy működik, mint egy kód. Elkezd beépülni a testbe, és elkezdi megenni a félelmet bennetek. Mégpedig úgy, hogy fölé emel. Biztos érzitek, hogy a gyakorlatnak van egy olyan hatása, mint hogyha valamit tényleg megemelnétek. Saját magatokat és a világunkat. És ebben az emelkedésben el tudjátok érni azt a szintet, amikor a félelem ennek alatta marad. A félelem akkor múlik el, amikor már nem vagytok egyedülálló, különálló sziget, hanem megértitek azt, hogy miért jöttetek a Földünkre. Meg lehet érezni, hogy azért vagytok itt, hogy tegyetek a világért. És hozzá tudjátok adni azt a csodát, akik vagytok a világunkhoz. Nem kell nagy dolgokra gondolni, nem óriási vívmányokról van szó. Talán csak a szeretetről vagy a fényről. Azáltal, hogy átalakítjátok magatokat ezzel az energiával, meg lehet érezni, hogy valahogy megváltozik minden bennetek és körülöttetek. És ez kihat másokra. Én nem a rábeszélésre gondolok. A világot rábeszéléssel megváltoztatni szinte lehetetlen. De azzal a kisugárzással, ami belőletek árad, az lehetséges. Úgyhogy én azt javaslom, hogy váljatok hőssé. Váljatok hőssé. Ne csak arra gondoljatok, hogy jaj, bárcsak meggyógyulnék, vagy bárcsak ez a probléma elmúlna az életemben. Hanem váljatok hőssé. Nézzétek meg, hogy mi van, mit tesztek akkor, amikor ez már megvan. Hogy mit szeretnétek hozzáadni a világunkhoz. Nagyon szeretlek benneteket, látom mindenkiben a csodát, és tudom, hogy ezek a gyakorlatok képesek arra, hogy átalakítsák nem csak az életeteket, de az egész világot. Nagyon, nagyon nagy szakértő vagyok a félelem témakörében. Végig az életem egy részét rettegésben töltöttem. Féltem gyerekként a veréstől, féltem a bezártságtól a kórházban, féltem a betegség fájdalmától, féltem a vizsgálatok fájdalmától, a nagyon sok bértükrözéstől. Amikor szembenéztem azzal, hogy egy gép fog életben tartani, de még nem volt ott az az idő, azt a néhány évet is végig rettegtem. Aztán jött az, hogy végig kellett néznem, hogy leépül a testem, bár még élek benne, de mégis felmondja a szolgálatot, hogy már alig-alig láttam, tolókocsiba kerültem. Úgyhogy tulajdonképpen amennyit lehetett félni, vagy amennyire mélyre lehet menni ennek a témának, én megtettem. Ismerem a félelmet kívül belül. De az a jó, hogy ismerem azt, hogy hogyan lehet kiemelkedni belőle. Ezek a gyakorlatok tudják ezt. Ha valamikor és bármikor elborítana a félelem, akkor kezd el a gyakorlást. Kezd el az ingyenes gyakorlatainkat, vagy kezd el azt a gyakorlatot, amit a terápiás órán kaptál. Ott leszek veled és segítelek, folyamatosan emellek. Nem azért jöttél, hogy félj, hanem azért jöttél, hogy ezt a csodát, aki vagy, hozzátett a világhoz. És amikor van egy nem, akkor mindig van egy igen is. A ne félj, az nem csak azt jelenti, hogy figyelj a félelemre, hanem azt, hogy mire figyelj helyette. Az igen, az pedig arról szól, hogy a világunk, hogy itt vagyunk ebben a világban, és fel tudjuk emelni. És számítok rád. Itt vagyok veled, és számítok rád. Gyakorolj folyamatosan. Gyakorolj minél többet, és végezd az egység fél év gyakorlatát. Ha észreveszed, hogy félsz, azonnal hagyd abba, és kezd el a gyakorlást. Találd meg az utat a félelem alapú világból a szeretet alapú világba. Erről is sok tapasztalatom van. Nagyon sokat rettegtem amiatt, hogyha nem követtem a természetgyógyászok utasításait, akkor megbetegszem. Vagy ha követtem még akkor is, biztos értitek, mire gondolok. Még a legjobb dolog is például, hogy találtam magamnak egy jó étrendet, még ez is félelem alapú tud lenni. És igaz, hogy most ugyanúgy táplálkozom, de ez már nem félelemből jön, hanem azért, mert így érzem jól magam. Minden kötés, ami a félelemhez köt, el tud szakadni. Fel tudtok szabadulni ebben a fél évben, mégpedig úgy, hogy nem magatokra figyeltek, hanem másokra és az egész világra. Nagyon örülök, hogy a társam vagy ebben. Köszönöm szépen!